kész ünnepély, hogy kéz a kézhez ér, pompás alkalom, vágyamat most bevallhatom. Gitárszóval és versekkel örvendeztette meg a nézőket Gáspár András színművész szerda délután a Széchenyi Zsigmond könyvtárban. A művész Cseh Tamás díszünnepé című dalával közös éneklésre hívta a hatvaniakat. Az irodalom, ezen belül József Attila, Radnóti Miklós munkássága is nagy hatással voltak az életére és szakmájára, így nem volt kérdéses, hogy kedvenceit megosztja a jelenlévőkkel is. Előadásában azt is elmesélte, gyerekként sok időt töltött 60-ban nagynénjénél, ahol a ház előtt elhaladó vonatok arra sarkalták, ő is tartson egy irány felé. Nekem gyerekkoromból van egy képem, hogy egy vasút mellett volt a házuk, és mindig ezt a képet látom, hogy ez jut eszembe 60-ról, hogy ott elhúz a vasút, és ez a vasút az megy valahová. És egész életemben egyébként ezt éreztem, hogy mindig megyek valahová. Tehát ez a gyerekkori 60 élmény, ez nekem meghatározó élményem, hogy tartok valahová. Mert kisgyermekként megfogalmazódott benne, a színészet lesz az életének mozgatórugója. És ez engem elkezdett vonzani, hogy a színész tud jó és rossz lenni, gyerek fejében érte, hát én ez akarok lenni, mert én imádok rossz lenni, de néha kell jónak is lenni, és a színész mindezt megteheti. A színpadi lét mellett egy másik nagy szerelem, a szinkronizálás is fontos helyet tölt be a mindennapjaiban. Jelenleg is egy mesefilmen dolgozik. Hozzátette, nagyobb kihívásnak tartja szakmájának ezt az ágazatát. Tehát minden egyes új feladat a lehetőséget ad arra, hogy szakmailag fejlődjek. És a Kung Fu Panda konkrétan egy rajzfilm, olyan nehézségű történet, mert ott nem csak, ja, aranyos, és akkor itt nem. Nagyon-nagyon komoly érzelmeket kell megmozgatni, indulatokat kell megmozgatni. Azon kívül ilyen technikai ügyességek is vannak, hogy a különböző hangeffekteket hogyan csinálom meg, mert a 90%-át a filmben hallható hangeffekteknek például most, ez most egy új dolog, hogy nekem kell megcsinálni. A színházon kívül több éve már sikeresen működteti feleségével, Balázs Ágnessel, az ÁSZ-tábort és iskolát, ami ifjú színészeknek nyújt lehetőséget kibontakoztatni tehetségüket. Jelenleg a Centrál Színházban láthatják a rajongók a Sör és Görc című előadásokban. Aztán még mindig nevettem, pedig már nagyon szerettem volna abbahagyni, de egyszerűen nem tudtam. A kórháztól pár száz méternyire eszembe jutott a Jóisten.